bejelent vendégeket, iskolánk dolgozóit, diákjait, a falu apraját, nagyját és azokat, akik távolról és közelről jöttek. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el együtt a himnuszt. Isten áld meg a magyart, jó kedve bősége, nyújts feléjed védünk art. Emlékfalának koszorúzására kerül most sor, és tisztelettel felkérem először Hülli Mál Olgát, a Zirci tankerület, Zirci járási tankerület igazgatóját, és Albert Mihály polgármester urat a Csetényi önkormányzat nevében, hogy koszorúzzák meg a falat. Tisztelettel felkérem Masszi Jánost, a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vámbér Jármén Alapiskola igazgatóját, és Balogh Szilveszter urat, hogy helyezzék el koszorújukat az emlékfalnál. Felkérem Hodosi Gyulát és feleségét, akik a Vámbéri Polgári Társulás nevében fognak koszorúzni, hogy helyezzék el koszorújukat az emlékfalnál. És végül, de nem utolsó sorban felkérem Németh Vilmos igazgató urat és Földesi László úr igazgató helyettest, hogy a Csetényi iskola nevében helyezzék el a koszorút a Vámbéri falnál. Szeretettel köszöntöm a Vámbéri Ármény Általános Iskola minden tanulója, tanítója, dolgozója nevében az itt megjelenteket.
Elsősorban Hűné Mál Olgát, az IC járási tankerület igazgatóját, Masszi János igazgató urat, a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítású Általános Iskola igazgatóját, Balogh Szilveszter igazgatóhelyettes urat, aki ugyanebben az iskolában dolgozik, Hodosi Gyulát és feleségét, a Vámbéri Polgári Társulás elnökét, Albert Mihály csetényi polgármester urat. Köszöntöm az egyháza képviselőit, meghívott vendégeinket, valamint a vetélkedőkön, pályázatainkon résztvevő és a díjkiosztóra eljövő diákokat és kísérőinket. Ma iskolánk névadójára Vámbéri Árnyével emlékezünk. Egy évvel ezelőtt úgy döntött tantestületünk, hogy kettős évfordulót ünnepelve Vámbéri Árminnak születésének 180. évfordulóját, ezt tavaly ünnepeltük volna, és halálának 100. évfordulóját, amelyre ma emlékezünk, vagyis idén emlékezünk, egybekötjük, és egyéves program sorozattal emlékezünk Vámbéri Árminra. Mivel is lehetne kezdeni egy ilyen megemlékezést, mint Vámbéri Ármintól származó gondolata? Gondolata klasszikus, ami azt jelenti, hogy örökkévaló. Mindig igaz és megszívlelendő. Az emlékév során elkészült Vámbéri faron olvasható is ez a gondolat. Ki hazáját megbecsülni és tisztelni nem akarja, annak jövője nincsen, és nem is lesz. Naponta halljuk, naponta beszélünk arról, hogyan tiszteljük hazánkat, hogyan becsüljük meg nemzeti jelképeinket, hogyan becsüljük meg nemzetünket. Nekünk magyaroknak a nemzet szó az valami különlegeset jelent, hiszen a mi nemzetünk tagjai, mondhatnánk azt testvéreink, érnek a politikai határokon túl is. Képviselőik ma is jelen vannak velünk. Emlékezni kell a múltunkra. Hogyan is kerülhettek ők a határon túlra? Mi az, ami kiváltotta azt, hogy testvéreik élhetnek a határon túl? Próbáljuk meg őket megismerni. Próbáljuk megismerni azt, hogyan tudták megtartani a határon túl is a magyarságunkat. Akkor, amikor fiataljaink itt akarják hagyni a hazát, el akarják hagyni a nemzetet, máshol keresik a boldogulást, azt hiszik, hogy máshol fogják találni a boldogulást. Naponta halljuk a televízióban, a rádióban, és szembesülünk az elnéptelenül, előregedő falvakkal. Ezt a hazát kellene megismerni a felnövő fiataloknak? Én azt gondolom, hogy ez a haza nem ilyen. Nagyon sokan bizonyítjuk, több millióan bizonyítjuk, hogy itt élhető élet van. Próbáljuk meg még élhetőbbé tenni, próbáljuk meg azt észrevenni, ami szép, ami jó benne, és azt erősíteni. Ne higgyünk mindig annak, amit belülről is hallunk, hogy itt nem jó élni, hogy itt nagyon rossz élni. Ami Európából jön, hogy Magyarországon félni kell. Félelemben élnek emberek. Éppen ezért elvándorolnak emberek. Menekülnek emberek ebből az országból. Nem igaz. Millióan bizonyítjuk, hogy itt érdemes élni és lehet élni. Át kell adni majd, és nektek át kell venni majd egyszer az úgynevezett stafétabotot. A fiatalokon múlik hazánk jövője. Egy másik klasszikus idézet Vámbéritól. A jelen rózsás, mosolygó képe sokszor elkápráztatja az ember szemét, és képtelenné teszi arra, hogy a jövőbe lásson. Nem is olyan nagyon rég. Rózsás jövőt ígértek, festettek. És a rózsás jövőnek több millió, több százezer
adós lett az áldozat. Családok mentek tönkre, mert nem látták a rózsásnak festett jövőtől az elkövetkező keserű múltat. Azt gondolom, nem kell feladni, és tenni kell azért, hogyha nem is rózsás jövő, de élhető jövő legyen ebben az országban. Kedves gyerekek, ismerjétek meg Ván Béri életművét, intő gondolatait szívlejétek meg, ismerjétek meg munkásságát, tevékenységét, és legyen példaértékű a számotokra az ő életműve. Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy felolvassam dr. Kubasek János, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának hozzánk írott levelét. Ők tavaly novemberben itt voltak két munkatársával, és rendhagyó történelmi órákat tartottak gyerekeinknek, amely azt hiszem a gyerekeinknek is, de nekünk felnőtteknek is feledhetetlen élmény volt. Tisztelt igazgató úr és tisztelt igazgató helyettes úr! Nagy örömmel olvastam meghívójukat és a Ván Béri emlékműsor tartalmas programját. Szívből gratulálok! Szívből gratulálok önöknek és munkatársainak ahhoz az értékes és céltudatos pedagógiai munkához, melynek jelei kollégámmal, Buttinger Dániellel és Ledvainé Tímár Edittel tett csetéri látogatásunk során személyesen is megtapasztaltunk. A pedagógusok lelkes munkája, a tanulók érdeklődése, az iskola felszereltsége, a diákok munkái méltón tükrözik azt a figyelmet, mely nélkül ma nagyon nehéz érdemi pedagógiai munkát végezni. A Ván Béri emlékműsor hatékonyan hozzájárulhat a jeles közép-ázsiai kutató emlékének megőrzéséhez, küzdelmes élete máig ható tanulságainak megbecsüléséhez. A diákok és szüleik lokál patriotizmusát, településükért való tenni akarását elősegítheti ez a tartalmas program. Nagyon sajnálom, hogy más irányú kötelezettségeimmel személyesen nem lehetek jelen a rendezvényen, de szívből kívánom mindannyiuknak, hogy a Ván Béri Ármin emlékműsor sikere adjon erőt a hétköznapok, olykor nem könnyű, feladatainak eredményes megoldásában, a pedagógiai oktató-nevelő munka hatékonysága megerősítésében. Ván Béri életpályája, küzdelmei, tudományos tevékenysége, a világ iránti nyitottsága és hazaszeretete olyan erőforrás, amely a jelen és a jövő formálásához is hozzájárulhat. Munkatársaim nevében ezúton fejezem ki nagyra becsülésemet színvonalas munkájuk iránt. További sok sikert kívánok a Csetényi Ván Béri Ármin Általános Iskola vezetőinek, tanárainak, diákjainak és szüleinek. Köszönjük a levelet Kubasek professzor úrnak, és azt gondolom, ez a sok dicséret, amit kapszunk, ez kötelez bennünket. Kötelez arra, hogy továbbiakban is úgy végezzük a munkánkat, hogy akik figyelik, látják a mi munkánkat, azok elégedettek legyenek velünk, és a diákjaink is elégedettek legyenek azzal a tudással, amelyet innen elvihetnek majd tovább a későbbi iskoláikban. Kérem, és ezekkel a gondolatokkal a mai ünnepségünket megnyitom. Hallgassunk meg egy verset, iskolán két tanulója fogja előadni, Kondor Marian és Vitális Bárint. Petőfi Sándor, magyar vagyok. Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, mely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl. És szónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk, s milyen nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Hol dicsőség halván kísértete? Föl-föl tűnik, lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, ott van mélyébe. Hogy hallgatunk a második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét? És saját testvérünk, kik ránk érzítik a gyászt, s gyalázott fekete mezét. Magyar vagyok, s az arcom szégyenben ég. Szégyelnem kell, hogy magyar vagyok. Itt minánk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért, sírért a világon el nem hajnám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom, gyalázatában is nemzetemet. Most pedig tanulói felolvasást fog meghallgatni Vámbéry Ármin életéből, gyermekkori emlékeiből következik néhány kép. Aki előadja, illetve akik előadják, Varga Laura és Nagy Ádám. Vámbéry Ármin gyermekkora. 1832. március 19-ét jelölte meg születése napjának, mivel születését nem anyakönyvezték. Születésének városa Szentgyörgy, Pozsony-Szentgyörgy, a felvidéken Pozsonytól mintegy 12 kilométerre fekszik. Születéséről így ír. Nekem tudnélik, földi létem elejétől fogva az a kétes szerencse jutott osztályrészemül, hogy zsidó szülők gyermekeként jöttem a világra, és mivel hogy a zsidóknak Magyarországon akkoriban még senki sem tette kötelességévé, hogy rendesen a könyvet vezessenek, képtelen voltam rá, hogy születésem évét illetőleg hiteles feljegyzésre jussak. Családfáját dédapjáig ismerteti, aki Bajorföldről, Bamberg városából vándorolt Magyarországra, mikor pedig II. József rendeletében családnév felvételére kötelezte a zsidókat. Nagyapja ősei városának nevét fölvéve Bambergárnak írta be magát. A B betű később V betűvé lágyult, és apja már Bambergernek nevezte magát. Korán elveszte édesapját, aki 1830-ban a felvidéken kitört korona járványban meghalt. Apja a Talmud tanulmányozására fordította ideje jelentős részét, mivel Szentgyörgy rabbi helyettese szeretett volna lenni. E törekvés meghiúsult, és kereskedni kezdett, azonban kevés eredménnyel. Édesanyja a csehországi Nürnbergből, ma Breslavból származik. Hűséges társa volt férjének a nyomasztó szegénységben. Annak halála után a család minden terhét egyedül viselve vendéglőt alapított, melyet két évi szolgos, áldozatos munkával a legnépszerűbbek közé jutatott Szentgyörgyön. Később ismét férjhez megy, és második férje révén kerül a család Szerdahelyre, a mai Duna Szerdahelyre. 3 éves korában bal csípője megbetegedett, a betegséget semmilyen kezeléssel nem tudták gyógyítani. Bal lábára lebénult egész életére. Betegsége gyakran akadályozta a társakkal való játékban, ilyenkor gyakran elkeseredve sírva tért haza, ám édesanyja így vigasztalta. Tovább érzte fiam valamennyi fajtásodnál, légy te csak kitartó és tűz békén. Édesanyja felismerte, hogy gyermeke betegsége gyógyíthatatlan, ezért a tanulásra biztatta. Beíratta a helyi zsidóiskolába, ahol korán kitűnt társai közül szolgalmával, példátlan emlékező tehetségével. Örömmel és könnyen tanult. A tanulótársai vagy tanítói dicsérete elbizakodottá tette, édesanyja így korholta. Nem vagy te még semmi, nem tudsz te még semmi. Vésd az eszedbe. Az én első uram fiának a legkülönbnek kell lennie minden más gyermek között. A zsidóiskol után református iskolába iratja édesanyja, amely nem csak a gyermekeknek, hanem a családnak is komoly próbatétel, hiszen hittársait is gúnyolják őket. Ám a gyermek Vámbéry nagy dicsérettel végzi az iskolát, a záróvizsgó után egy ezüst 20-as kap és a biztosítás csak így tovább. A Szentgyörgyi Piarista gimnáziumban szeretne tovább tanulni, ám a családnak erre nincs pénze. Szabó Inasként, házi tanítóként azonban mégis összegyűjti a tandíjat. 2 évet el is végez a gimnáziumban, de úgy dönt, hogy tanulmányait Pozsonyban folytatja. A Bencés gimnáziumba iratkozik be, ahol 3 nehéz évet eltölt. Tanulmányait a pozsonyi protestáns líceumban folytatja, de belefárad sok nélkülözésbe, úgy dönt, hogy 1 esztendeig szünetet tart és házi tanítónak áll. A Pozsonyban eltöltött idő alatt zajlanak az 1848-as forradalmi események, melyek későbbi életfelfogására, gondolkozására, világszemléletére is nagy hatással vannak. A Pozsonyban átélt forradalmi élményekből gyökerezett hazaszeretete. Most
most pedig felkérem Somogyi Katalin, rajzot tanító kolléganőt, hogy értékelje a Röpülj lelkem, keresd meg hazámat című rajzpályázatunkat, és majd a beszéd után tiszteletben felkérem a díjak átadására Hüllé Mál Olga tankerült igazgató asszonyt. Szeretettel köszöntöm ünnepségünk valamennyi résztvevőjét. A 2012-13-as tanév iskolánk életében kiemelt jelentőségű, hiszen egy éven keresztül rendezvények sorozatával emlékezünk Vámbéri Árminról, iskolánk névadójáról. Ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódott a Röpülj lelkem, keresd meg hazámat rajzpályázatunk is. A pályázatra óvodás és általános iskolás gyermekek küldhettek be pályamunkákat. A művek beérkezési határideje 13. február 22-e volt, 14 intézményből 182 pályamű érkezett. Érkeztek munkák a Színvonal Alapfokú Művészeti Iskola Zirci, Lókuti, Lesence Istváni telephelyéről, a Dudari Általános Iskolából és Napközi Otthonos Óvodából, Várpalotáról három intézményből is, a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskolából, Várkerti Általános Iskola Inutai Tagiskolájából, Vásárhelyi András Tagiskolából, ezen kívül Bakony-Csernyei, Gyula-Firátóti, Zirci, Nagy-Esztergári Általános Iskolából, Csetényből, Óvodából és a Vámbéri Ármin Általános Iskolából, valamint Veszprémből. A pályázatok értékelésére 2013. március 6-án került sor. Zsűri tagjai voltak Marton Veronika és Sudár Péter, ők a 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény tanárai, valamint Vallerni Kovács Anna iskolán nyugdíjas pedagógusa. A beérkezett rajzokat 5 kategóriában értékeltük, minden kategóriában első 3 helyezettet hirdettünk, illetve külön díjak is átadásra kerülnek. Ezúton szeretnék gratulálni minden gyermeknek a sok szép alkotásért, amit a Röpülj lelkem, keresd meg hazámat rajzpályázatra küldtek. Emellett köszönet illet minden szülőt és minden pedagógust, akik idejük ráfordításával támogatták a gyerekeiket rajzaik megalkotásában. Azt hiszem, most következhet a díjátadás, hogy mindenki megkapja megérdemelt jutalmát. Második helyezett Holcman Léna, Napközi Otthonos Óvoda, Dudar. Harmadik helyezett Farkas Stefánia, Napközi Otthonos Óvoda, Dudar. És külön díjat kap Ősz Noémi Csenge, Csicsergő Óvoda, Csepény. Az első-második osztályosok kategóriájában első helyezett Balogh Alexandra Várpalotáról küldte be pályaművét, nem valószínű, hogy itt van. Második helyezett Pál Kristóf, Színvonal Alapfokú Művészeti Iskola Zirc. Harmadik... Harmadik helyezett Máj Levente, Reguli Általános Iskola Zírc. És szintén harmadik helyezést ért el Hajdú Boton, Vámbéri Ármin Általános Iskola Csepény. Ábel átveszi Botonnak a díját. Külön díjban részesült Császár Kitti Várpalota magániskolából. Harmadik, negyedik osztályos kategóriában első helyezett Móroc Virág Várpalota. Ők jelezték, hogy nem tudnak eljönni. A tapsok megjönni. Második helyezett Szigetvári Borbála Zoé Veszprémből.
helyezett Wagner Dorka Zirc-ről. Szintén harmadik helyezést ért el Marton Zalán, Vámbéri Ármin általános iskola. És külön díjat kap Franz Erik, Nagy Eszter Gábor. Ötödik, hatodik osztályos kategóriák díjazottjai, első helyezett Nagy Eszter Várpalotáról, én sem fogjuk. A második helyezést ért el Galács Zita, Vámbéri Ármin általános. Harmadik helyezett Kálsics Kiara, Várpalota Vásárhelyi. És szintén harmadik helyezést ért el Timmer Szabolcs, Reguli Antal általános iskola. Külön díjat kapnak Dvorszky Réka, Várpalota Vásárhelyi tagiskola, nem tud részt venni. És külön díjat kap Malasics Vanessa, Nagy Eszter Gábi általános iskola. Szintén külön díjat hirdettünk Market kategóriában, a külön díjat pedig Pali Botond, a Vámbéri Ármin általános iskola tanulója veheti el. Hetedik, nyolcadik osztályos kategóriában díjazott tanuló, első helyzet Németh Sarolta, Várpalotáról nem tud részt venni. Második helyezett Nagy Kitti, szintén Várpalotáról. Harmadik helyezett Kujbus Petra, Reguli Antal általános iskola. Szintén harmadik helyezett Malasics Martin, Nagy Eszter Gábi. Külön díjat kap Simon Gergő, általános iskola Dudaj. És külön díjban részesül Borsz Claudia, Várpalota iskola. Most pedig tisztelten felkérem Albert Mihály, Csetény község polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök minden jelenlévőt, meghívott vendégeket, diákokat, tanárokat, esetleg szülőket, ha vannak itt. Mindenkit, akit ez a rendezvény sorozat a mai napon idehívott, összehívott, és együtt töltjük ezt az alkalmat, időt, ami a Vámbéri Ármin, ahogy a gyerekeknek a felolvasásából is tudjuk, Vámbéri Ármin, aki az iskola névadója, az ő születésének a 180. évfordulója van pont március 19-én. A Vámbéri Ármin, így ahogy a életrajzából kitett illusztrációból is látszik, ő egy nagyon tudós, okos és törekvő ember volt, akinek a csetényi kötődése révén úgy, mint házi tanító ismertük meg, és ez adta pár éve annak az ötletét is, hogy amikor még az iskola az önkormányzat fenntartásába tartozott, hogy névadóként őt jelöljük meg. Na most az is öröm számomra és számunkra, hogy végső fokon ezt a névadást azóta is ez az iskola és ennek az iskolának a vezetése és tanulói hűen és híven próbálják ápolni, megemlékezve gyakran az ő munkásságáról, életútjáról, tevékenységéről, ami a jövőre nézve egy követendő példát ad a mai ifjúságnak is. Külön örülök annak, hogy ilyen sokan, mint mondott a tanárnő, ha jól emlékszem, 175-en vagy 180-an adtak be rajzpályázatot a környékbeli településekről, intézményekből, még más megyét is érintve, így gondolok Fejér megyére, és gratulálok ezúton én is az önkormányzat nevében a
a diákoknak, főleg a sok szép sikeres eredményhez, amit elértek, és az őket megillető ajándékokhoz. És ismeretem szerint ez a rendezvény valamikor még szeptemberben fog befejeződni, ameddig még nagyon sok színes programot állítottak össze a pedagógusok ezen alkalomnak a tiszteletteljes megünneplésére, és reméljük, hogy amikor ez a rendezvénysorozat befejeződik, mindenki örömmel és megnyugvással kijelentheti, hogy igen, volt értelme, és a jövőben is amennyiben módunk és lehetőségünk lesz rá, illetve az iskolának és az iskola fenntartók Lebesberg intézménynek, akkor ezt a hagyományt próbáljuk ápolni. Én nem is mondanám többet erről, hanem annyit mondok, hogy mindenki érezze mai napon jól magát, örüljön a munkája által elért eredményeknek és nyereményeknek, és a továbbiakban szép napot kívánok. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig tanulói felolvasás következik Vámbér Jármin életéből, mégpedig azok az évek, amit Csetényben töltött el, akik előadják Dreska Regina és Izmadia Nóra. Félesztendői várakozás után nem kevésbé jó állást kaptam Csetényben, Veszprém vármegyében, az odavaló bérlő Grülfeld úrházánál. Ez volt az utolsó nevelői állásom Magyarországon, és ez a szeretetteljes bánásmód, amelyben Grülfeld úr művelt és nemes érzelmű családja részesített, a legkedvesebb emlékezést hagyta lelkemben változatos és közben-közben eléggé küzdelmes tanítói pályafutásomról. Csak egy szomorú eset fűződik a Bakony egy csendes falujában való tartózkodásomhoz, de ez az egy eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben. 1856. november 11-ének egy esős estéjén történt, amikor tízig jóízű beszélgetés közben töltve az időt a családdal, éppen készültem visszavonulni az udvarban levő szobámba. Abban a pillanatban, midőn kinyitottam a pitvaradót és ki akartam lépni az udvarra, nem csak én érdelemmel láttam, hogy egy sereg állarcos ember áll előttem. Az egyikük mellén ragadott és erős lökéssel belódított a szobába, a többi pedig eközben berohant utána. A megnémült család minden egyes tagját lefogta egyikük, és halállal fenyegettek mindenkit, aki a száját kinyitni már részállni. Most már világos volt, hogy rablóbanda tört a házra a Bakony erdélyéből, kétségtelenül az a hír szabadította a reát, hogy Grülfeld úr az előző napon tetemes pénzzel tért haza a pesti vásárról. A szobába hurcolva a földön feküdtem tehetetlenül, de mikor az egyik haramia a mellemre tért át és pisztolyának az esővíztől nádvás csövét homlokomra szorította, némiképpen az eszembe tértem. A jelenet, melynek akkor tanulja lettem, látva, hogy a családtagjai félelmükben reszketve és halálra rémülten állnak a zsiványok előtt, feledhetetlen rémképe gyanánt vésődött emlékezetembe a szörnyű éjszakának. De még súlyosabb megpróbáltatások is vártak rám. Egyik szobából a másikba hurcoltak bennünket a rablók, s míg odakint halkan sóhajtozott és suttogott a megkötözött cselédség, Grülfeld úrtól minden pénzét és értékét elszedték. Oda is adott vagy 20 000 forintot, de amikor a vadharamiák ezzel sem érték be, és egyikük mellére szögezte puskája csövét a családfőnek, én nem bírtam tovább, felugrottam, és mellemre húzva a gyilkos fegyver csövét ráivaltam. Ha már ölni akarsz, lőj agyon engem. Nekem nincs feleségem és gyermekem, könnyebb lesz nekem a halál. A rabló vezérre kipolitikai menekült lehetett, és úgy látszik az osztrák megtorlás elől vonult az erdő menedékébe, nem volt hatás nélkül a beszédem, mert intésére a cinkosok letettek a vérontásról, összekapták a pénzt és az értéktárgyakat, felforgatva az én szobámat is, amelyből azonban nem vihettek el mást, mint egy néhány kötetét a magyar remek írónak. Eltávoztak, és ránk zárva az ajtót, ott hagytak bennünket a sötét szobában. Reám nézve, szomorú vége lehetett volna a borzalmas jelenet éjszakai utoljátékának is. Az Irci járás bíróságnak az a sajátszerű ötlete támadt, hogy bennem, az akkor már Tudós Akadémiával összeköttetésben álló magyar tudósban titkos bűntársát kereste az egykori rebellisekből álló rablóbandának. Arra alapította ezt a gyanúját,
hogy én nyitottam ki nekik az ajtót, és nem szólva könyveimről, minden kárvallás nélkül menekültem el a támadásból. Egy buzgó magyar falu hivatalnok már azon a ponton volt, hogy vizsgálati fogságba vessen engem, akit Kossuth kutyának nézett, és nincs benne semmi kétség, hogy hónapokig sanyargattak volna különséges gonoszságokat, hanem síkra nem száll mellettem a jó grünfed, és nem tesz bizonyságot teljes ártatlanságomról. A napkelet verőfényes tájai helyett könnyen juthattam volna minden hibám nélkül a fegyház sötétségébe. A Deré Grünfeld család házánál való tartózkodásommal tanítói pályám véget ért. Közben meggyökeresedett bennem a gondolat, hogy teljes komolysággal rálépek az eddigi tanulmányaimnak megfelelő pályára, és véget vetem a rendképek hajszolásának. Szilárdul elhatároztam tehát, hogy haladéktalanul a keletre megyek, és bármilyen nehezemre esett odahagyni kényelmem nyugalmas kikötőjét, megtettem a szükséges lépéseket az elutazásra. A hazai rökhöz nem kötött már semmi ezen a világon, mert olyan, akit lelkemből szerettem, kevéssel útrakelésem előtt meghalt. Köszönöm. Most pedig tisztelettel felkérem Sári Attilánét, alsós munkaközösségvezetőt, hogy értékelje a Tanuljunk játékosan című levelező versenyt, és majd a beszéd után a díjak átadásnál tisztelettel megkérem Albert Mihály polgármester urat. Szeretettel köszöntöm ünnepélyünk minden résztvevőjét. Iskolánk alsótagozatos munkaközössége 2012 őszén komplex levelezős versenyt hirdetett 3.-4. osztályos tanulók számára Tanuljunk játékosan címmel. A verseny két fordulójában azokat a gyerekeket szólítottuk meg, akik szerettek játékos, de azért gondolkodtató feladatokat megoldani. Örömmel vettük, hogy a versenybe benevező 12 iskolából 138 kisdiák jelentkezett és játszott velünk. Kaptunk megoldásokat a határon túlról, a felvidékről, Dunaszerdahelyről, megyékkel kívül Fejér megyéből, Bakony-Csernyéről, a Veszprémi járásból, Gyulafirátótról, Szentgálról és Herendről, az Irci járásból, Olaszfaluból, Bakonynánáról, Nagyesztergálról, Dudarról, a Borzavár-Korvai iskolából, Bakony-Szentkirályról, és természetesen a mi iskolánk tanulói is részt vettek a megmérettetésben. A mai nap, március 19-e, József napja. A népi kalendárium szerint, időjósló nap is, ezekben a napokban gyakran emlegetjük, mondogatjuk a jól ismert versikét, hogy Sándor napján megszakad a tél, József napján megszűnik a szél, Sárban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog a kihél, mindannyian erre várunk. Sokan nem is gondolunk a verseke hallatán, hogy ezt a verset Vörös Sándor írta, nem népköltés. A költő éppen 100 évvel ezelőtt született. Ráemlékezve e kerek évforduló kapcsán arra kértük a gyerekeket, hogy készítsenek illusztrációkat Vörös Sándor egy-egy verséhez. Nagyon szépen sikerültek a rajzok. Ezekből készítettük el ezt a kis könyvecskét, amelyek tartalmazza a legjobban sikerült alkotásokat. Ide most le is teszem, az ünnepség után bárki beleforgathat. Minden résztvevő iskolába eljutatjuk ennek a kis könyvecskének egy-egy példányát. Köszönjük a gyerekek munkáit, felkészítőiknek pedig a sok segítséget. Értékelésünkben nem állapítottunk meg helyezéseket. A legjobban teljesítő 22 tanuló munkáját díjaztuk, és most nekik fogjuk átnyújtani a megérdemelt jutalmukat. Jakab Kamilla. Vida Laura Eszter. Szöllőske és Sára Kata. Eszter fogja átvenni a közöttük. Ehrenberger Eszter Anna.
Lovasi Gergő. Szecsődi Bertalan. Varga Márton. Pihász Ármin. Mészely Boton. Dézsi Leonóra Csenge. Ciráki Bettina. Rugovics Boglárka. A Dunaszerdahelyi Vámbéri Alapiskola tanulói jelezték, hogy más verseny miatt ma nem tudnak részt venni. Tisztelettel kérem az igazgatórat, hogy vegye át díjukat, ők pedig Alföldi Lilla, Méri Eszter és Weber Anna. Simonyai Lujza. Matuszek Csenge. Kovács Ibolya. Varga Kristóf. Heges Sára. Marton Zalán. Varga Mónika. Köszönöm szépen a figyelmet. Most pedig felkérem Földesi László igazgató helyettes urat, hogy tartsa meg beszédét, és kérem, hogy értékelje a felső tavazatos Vámbéri életrajzi vetélkedőt. Majd a beszéd után a díjak átállítására tisztelettel megkérem Masszi János urat, a Dunaszerdahelyi Magyar Tanár nyelvű Vámbéri Alapiskola igazgatóját. Kedves tanulók, kedves szülők! Jövőre lesz 10 év annak, hogy iskolánk fölvette a Vámbéri Ármin nevet. Abban az évben, tehát 2004-ben volt ez az iskola épület 30 éves. Akkor a név kiválasztása a szabályoknak megfelelően a különböző szervezeti szinteken eldőlt, de úgy, hogy két nagyon fontos elvet követtünk. Az első a névadó szellemisége, munkássága, az, hogy milyen példakép lehet a tanulók és az iskola előtt. A másik szempont a faluhoz, Cseténhez való kapcsolata. Úgy gondoltuk, hogy iskolánk névadójának mindenképpen kötődnie kell a településhez, hisz választásunkat ezt teszi hitelessé. A sok kitűnő és nagy magyar közül így esett a választásunk Vámbéri Ármin volt Csetényi házi tanítóra. Vámbéri Árminra, a keletkutatóra, a nyelvészre, a Magyar Tudományos Akadémia tagjára, a földrajztudósra, az utazóra. Vámbéri Árminra, aki gyermekkori élményei nyomán, később tudományokban megerősödve elindult keletre a magyarok rokonságát felkutatni, mint Körösi Csoma Sándor. Vámbéri nagyon magyar szempontból nagyon helyesen cselekedett és sikeres ösvényeket választott, amikor a törökség tanulmányozásának szentelte az életét. Nagy érdemei vannak a régi török-magyar kapcsolatok kutatásában. Itthon Magyarországon 1870-től, mint egyetemi tanár oktatott keleti nyelveket, megteremti a turkológiai oktatást, és az egyetemi tanszéken egy széles látókörű tudós nemzedéket nevelt fel, úgy érzem, jól választottunk. A névadással azt is kívántuk üzenni a tanulóknak, szülőknek, fenntartónak, hogy iskolán képes az innovációra, a megújulásra. Vállaljuk ma is, hogy csak az a gyermek tud eredményesen szerepelni, szerezhet tapasztalatot, akit elvisznek a versenyre, akit felkészítenek rá.
Sikerélmény pozitív hatások nélkül szürke és unalmas az iskola, fárasztó a munka. Ennek egyik kiemelkedő példája ez a mai nap is egyébként. Sok programot szervezünk rendszeresen és szervezünk a jövőben is. Pedagógiai felfogásunk ma is a pedagógiai program módosításával sem változott, önálló arculatú iskola megteremtése és működtetése. A névválasztással sok új barátot, együttműködő partnert is szereztünk. Testvériskolánk lett a Dunaszerdei Magyar Tannyelvű Alapiskola. Együttműködési megállapodásunkat 2005-ben kötöttük meg. Sok jó emberi, kollegális és baráti kapcsolat alakult ki az iskolán tanulói és pedagógusai között. Sok támogatási segítséget kaptunk a Dunaszerdei Vámbéri Polgári Társulástól és a Lilium Aurum könyvkiadótól. Ezeket a segítségeket és lehetőséget szeretném most is megköszönni. Vámbéri Ármin halálának 100. évfordulójára való emlékezés jó alkalom a kapcsolatok megújítására. Itt az évfordulón visszatekintve az elmúlt néhány évre bízom abban, hogy méltók voltunk Vámbéri Ármin nevéhez. Kívánom, hogy a mai megemlékezés és ünnepség adjon új lendületet iskolánk munkájának, fejlődésének. Vámbéri Ármin szellemiségéhez méltóan legyen ez az esemény a minőség és az értékek megbecsülésének ünnepe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elhangzott Vámbéri emlékévet tartunk, és névadónk előtt tisztelegve vetélkedőt szerveztünk iskolánk valamennyi felső tagozatos tanulója számára. Ez egyéni verseny volt 3 fordulóban, december, január és február hónapokban zárult le az egyéni verseny, és tegnap, vagyis március 18-án volt a csapatverseny, ahol a egyéni versenyben legjobb eredményt elérő csapatok osztályonként szerepeltek. A díjazottak a következők. 5. osztályban Rólad János, 3. Kíra, 4. Petra, 10. Réka. Hatodik osztályban Nagy Zsombor, 6. Kristóf, Varga Milán és Horváth Máté. Hetedik osztályos tanulók közül Deska Regina Zoé, Csizmadia Nóra, Varga Laura és Bökfi Bianca. Nyolcadik osztályos tanulók, akik egyébként megnyerték a csapatversenyt, mint legidősebbek és legtapasztaltabbak, Rácz Milán, Kis Erika, Lovas Csilla, Kovács Imre. Gratulálok a díjazottaknak, és mivel tudom, hogy ritkán lehet ilyen reklámot elmondani, hadd mondjam el most, hogy valamennyi könyvünket a Lilium Aurum kiadó bocsátott a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött ma délután, együtt ünnepelt velünk, megemlékezett Vámbéri Álmirról, minden kisdiáknak, aki
vette a tollat, ceruzát, rajzolt, és pályázatra munkát nyújtott be minden pedagógusnak és szülőnek, akik elhozták a gyerekeket, és minden kedves vendégünknek közelről és távolról, akik eljöttek és együtt ünnepeltek velünk. És most szeretném megadni a szót, esetleg, ha van valaki, aki szeretne még hozzáfűzni, valamit mondani a mai eseményhez, nehogy hazavigye, hanem mondja el. Tisztelettel, János! Köszönöm szépen, nem azért, hogy húzzuk a szót, először is meg szeretném dicsérni a lámbéris diákokat, mert a lámbéris szellemiséghez méltóan álltok itt, tisztelettel és jó viselkedéssel, és elhivatottan, úgyhogy csak így tovább, és ugyanezt az elhivatottságot átvinni a tanulásba, mert hisz ezt a dolgotok, ez a legfontosabb. Polgármester úr, osztályvezető asszony, tisztelt vendégeket és lámbéri jármű alapiskola, először szeretnénk megköszönni a meghívást, amelynek örömmel és tisztelettel tettünk eleget, és két nyomósokunk van rá. Az egyik az, hogy közös az anyanyelvünk, talán az egyik legnyomósabb ér, és tisztelettel ápoljuk, a másik pedig a névválasztás. Egy olyan névválasztással rendelkezik mindkét iskola, miénk is, és a tiétek is, és az önöké is, amiről utcákat, tereket, szobrokat, díjakat neveztek el, tehát egy olyan emberről, aki a sok évtized alatt letett nagyon sokat az asztalra, és ez egy iskola esetében példaértékű, erről már szólt ejtett igazgatóhelyettes úr is, és még polgármester úr is, de tehát én nem szeretném szaporítani szót és húzni az időt, viszont azért ki szeretném egészíteni azt a gyönyörű szép idézetet, ami ott a falon is lóg egy fontos kis szavacskával, a szülőfölddel. Tehát én a hazánk szeretete mellé a szülőföldünket csempészném oda, már csak a mi szemszögünkből is, külhoni magyarok szemszögéből is, mert nekünk valójában igazi szülőföldünk van, ahol mi magyarul beszélünk, élünk és tevékenykedünk, és nektek megadatott az a kegyes sors, hogy nektek hazátok is épp olyan nyelvű, úgyhogy én kérem, hogy ezt a szót is ápoljátok tisztelettel, és ugyanúgy ragaszkodjatok ahhoz a földhöz, ahhoz a kerülethez, ahol nevelkedtek, születtetek, legyetek büszkék falvatokra, városotokra, ahol értek, hiszen ott ugyanazok az értékek megvannak, mint az egész nagy országban. És ugyanúgy, ahogy nektek, úgy a pedagógusaitoknak és az iskola igazgatóságának is további sok sikert kívánok, és ehhez az elhivatott munkához, ami napi küzdelem, ehhez pedig sok-sok ilyen szép eredményt, mint amit ma hallottunk, és végig szurkoltunk, úgyhogy csak így tovább. Sziasztok, lámbérisek! És azt hiszem, nem maradt más hátra, mint hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik ebben az egyéves programban részt vettek, és a diákjainkat olyan felejthetetlen élményekhez juttatták, amelyekben részünk volt durván 6 hónap alatt. Azt gondolom, ha tapssal köszöntjük azokat, akik nálunk voltak, a taps ereje általában élményeknek az erejét is meg fogja majd határozni. Itt a Csetényi tantestületben, és azt szeretnék a diákjainkon keresztül is közvetíteni a nagyvilág fele, illetve a Szűkepátrián, az Ézsérens fele, hogy Lámbéri Ármin életútja, munkássága példamutató és követendő értékű. Köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket. Köszönöm a diákjainknak, hogy ilyen fegyelmezetten viselkedtek ma is, mint ahogy szoktak, és az elkövetkezendő napokhoz, amik még hátra vannak a nagy szünidőig, mert egy rövidebb szünidő nem sokára itt lesz. Kívánok mindenkinek jó erőt, jó egészséget, sok derűt és mosolygós napokat itt a suliban is, és Dunaszerdán is, a suliban is mindenkinek. Zárásként énekeljük együtt el a szózatot. Hozzá!